Na, sziasztok, Vadak! Hát Sátánka visszatért a szervizből. Nem tudom, mit mondjak. Nem mondtok semmit. Igazából hibát nem tárolt el. Működik, megy. Semmi kimagasló érték nem volt benne. Visszaadták, hogy kenjem a hajamra. Ennyi. Nem tudják ők se, én se tudom, mi lehetett vele. Lehetett tényleg túlmelegedés, akármi. Fogalmam sincs. Vagy én voltam ilyen fasz. Ki tudja, az is lehet, sőt. Lehet, hogy nagy százalékban én voltam inkább a hülye hozzá, de minden esetre nem voltam a helyi plében ilyen. Mivel fűrészen nem nagyon mutatnék a templomba, ezért kértem egy kis szentelt vizet. Szóval Sátánkát megszenteljük. Hát, ha ez segít ezen a rohadékon. És hoztam egy feszületet is. Nem égeti meg, szóval nincs benne a Sátán. De ha esetleg valaki vállal ördögűzést, akkor azt szívesen látom az otthonomba. Ennyit tudtam vele csinálni. Majd még annyit lehet vele, hogy hétvégén úgyis megyünk befejezni a maradékot. Akkor viszem, azt kipróbálom. Hogy ha megint csinálja, akkor tényleg tanástalan leszek. Nem tudom, hogy hova forduljak. Ugye még garanciális. 2 év gari van rá. De most Sátánka ezt produkálja. Ezt nem. Akárhányszor. Szóval ez van. Nem vagyok túl boldog, mert jobban örültem volna, hogyha mondanak valamit. Tehát majd a hétvégén kiderül. Majd akkor tényleg erről is teszek fel videót, meg a 390-ről is. Ott azoknál a vékony rönköknél. Legalább látjátok, hogy bénázom. Azt majd kiderül. Minden esetre ő maradt a kedvenc. Attól függetlenül. Őt szeretem a legjobban. De hát ez van, nem tudok többet mondani róla, akárhogy is próbálok, mert tényleg, ha valakinek van valami okos ötlete, szívesen várom, hallgatom. De ennyi. Majd a hétvégén meglátjuk. Sziasztok!